A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét úgy, amint az szól hozzánk a Rút könyve első részéből, annak első 18 verséből, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A Rút könyve első részéből, az első 18 versből így szól hozzánk Isten igéje. Abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a judai Betlehemből egy férfi a feleségével és két fiával, hogy Moab mezején lakjék. A férfi neve Elimélek volt, a feleségé Naomi. Két fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a judai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Azután meghalt Elimélek, Naomi férje. És ő ott maradt két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá, a másiknak Rút volt a neve. Mint egy 10 esztendeig laktak ott. Meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kiljon is. Így az asszony két fia és férje nélkül maradt. Útra kelt azért a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr a népét és kenyeret adott nekik. Elhagyta tehát azt a helyet, ahol élt, két menyével együtt. Így indultak útnak, hogy visszatérjenek Júda földjére. Naomi azt mondta a két menyének: menjetek, térjen vissza mindegyikőtök az anyja házához, cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek úgy, ahogy ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Adja meg az Úr nektek, hogy nyugalmat találjon mindegyikőtök a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. Ők azt mondták neki: bizony, mi elmegyünk veled együtt a te népedhez. Naomi erre ezt mondta: térjetek vissza, leányaim! Miért jönnétek velem? Hát ugyan vannak-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim! Menjetek, mert én már idősebb vagyok, sem hogy férhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha az éjjel férhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy ne menjetek férhez? Nem, édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert elért engem az Úr keze. Ők pedig hangosan tovább sírtak. Majd Orpá megcsókolta anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő akkor azt mondta: látod, sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is sógornőd után. Rút pedig ezt mondta: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mész, oda megyek én is. És ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy minden áron vele akar menni, többé nem szólt néki. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek a szívünk. Istenünk, hálát adunk neked a nyugodalom napján mindazért, amiben az elmúlt héten részeltettél bennünket. Hadd köszönjük meg neked, Uram, az aratás idejét és azt, hogy biztosítasz hozzá jó időt. Köszönjük, hogy
Te készítetted el számunkra a jövő évi kenyeret. Áldunk mindazokért, Uram, akik foglalatosak abban, hogy ezt learassák és csűrbe takarítsák. Köszönjük mindazokat, Uram, akik különböző nehézségeket vagy éppen áldásokat éltek meg. Áldunk azokért, Uram, akiket Te tartottál meg minden nehézségben és minden örömben, és nem engedted, hogy elessenek. Köszönjük azokat, akiket hazahoztál a családjaikhoz. Áldunk mindazokért, Uram, akiknek nap mint nap asztalt terítettél a Te ígédből, és ők készek voltak táplálkozni abból. Köszönjük azokat, Urunk, akik kerestek Téged hittel és megtaláltak. Áldunk a gyermekeinkért, akiknek alkalmat készítettél arra, hogy megismerjenek Téged, és bízzanak Te benned. Köszönjük az elvetett magokat, azokat az igei magvakat, amik majd reménység szerint egykor kikelnek, és hitbeli cselekedetekké lesznek. Urunk, áldunk azért, hogy ilyen kegyelemben részeltetsz bennünket, és köszönjük, hogy ebben a békességben kereshetünk Téged. Áldunk azért, Uram, hogy nem pusztít semmilyen vész közöttünk. Olyan nagy kegyelem ez így tekinteni rád, és így megállni előtted, békességben. Segíts, Uram, ezt a békeidőt kihasználni arra, hogy a mi mécsesünk olaja el ne fogjon. És segíts, Uram, kellő mennyiségű és minőségű táplálékot gyűjteni, hogy amikor majd eljön a nehézség vagy a sötétség ideje, akkor ne fogjon el lámpásunkból az olaj. Segíts nekünk most is ezt tenni. Most is úgy figyelni a Te igédre, a Te akaratodra, hogy az megerősítsen bennünket, és legyen abból hitből fakadó cselekedet, ami majd világít előttünk az úton, hogy mi meg tudjunk érkezni a Te országodba. Ne legyen hiába való az itt létünk, adj figyelmet, adj bölcsességet, és lélek által való rád figyelést. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Által szólni kíván hozzánk, meg van írva a Rút könyvének első részében, a 16. és 17. versben. Isten igét és annak a üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje, mert ahova te mész, oda megyek én is. És ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. A bibliai családok sorában egy olyan családhoz érkeztünk el, ahol rövid 10 év leforgása alatt a család minden női tagja megözvegyül. Az özvegység szinte minden családban megtalálható. Olyan szörnyű dolognak tűnik ez hallani, hogy 10 év leforgása alatt az anya és a két menye megözvegyül. De ez nem egy régi történet, mert ha belegondolunk abba, hogy a háború ideje alatt nagyon sokan megélték ezt.
itt a falunkban is nagyon sok anya és a menye meg kellett, hogy élje azt, hogy a férjeik ott maradtak és elpusztultak. De olyan jó, hogy Istennek van üzenete és van tanítása arra nézve, hogy ezt a keserű és nehéz időszakot hogyan kell, hogy megélje az Isten félő ember. Van egészséges kapcsolat anyós és menye között. Tudom, hogy hihetetlen, de van. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy hogyan gyógyulhat meg a kapcsolat, és hogyan lehet egészséges a kapcsolat egy özvegyasszony és az ő menyei, az özvegy menyei között. Olyan jó lenne úgy figyelni Isten üzenetére, hogy ami ma elhangzik, az egyszer számon lesz kérve. És hogyha ma nem gyógyulnak meg kapcsolatok, azért nem Isten a hibás. Ma nekünk kell döntést hozni abban, hogy akarok hallgatni az Isten szavára, vagy nem. Egyébként minden egyes alkalmon ezt kell tennünk. Akarom, hogy Isten meggyógyítsa a kapcsolatunkat? Vagy én a megszokott módon, a több éves, évtizedes, meg évszázados rossz szokás szerint akarom végigvinni ezt az egészet. Úgy, hogy pokol legyen közöttük. Ebben a történetben Naomi, Ruth és Orpa, ahogyan mondtam, 10 év leforgása alatt mindhárman megözvegyülnek. Naomi pedig azt írja az ige, hogy útra kell, és a két menyével elindul egy olyan helyre, amiről azt mondja, hogy hallottam, hogy azt a földet meglátogatta az Úr, és biztosítja ott a kenyeret. Egy olyan időszakban éltek ezek az asszonyok, amikor Izrael földjén éhség volt. Egy nagyon nehéz időszak. És még erre a nehéz időszakra jön rá az, hogy ők elvesztik a férjeiket, a kenyérkeresőket. Az első nagyon fontos dolog, testvérek, amit látni kell ebben a történetben, hogy nem a kétségbeesés lesz úrrá ezeken az asszonyokon. Nem azt csinálják, hogy leülnek, és átadják magukat a kesergésnek, a panasznak, a kétségbeesésnek, hanem ott van ez a bölcs asszony, és amit meg kell ma tőle tanulnia minden asszonynak, még azoknak is, akiknek még erre nincs szükségük, az az, hogy Naomi nem adja át magát az önsajnálatnak. Nem azt mondja, hogy ti vagytok a fiatalabbak, gyertek, üljetek mellém, és sajnáljatok engem innentől kezdve életem végéig. Hanem ez az asszony nagyon bölcsen meggyászolja a férjét és a fiait, sírnak, van helye a gyásznak, megvan az ideje, de nem ragadnak benne a gyászba. Nem azt mondják, hogy nekünk most már mindegy, nekünk már nincs tovább, nincs értelme élni, nincs értelme kezdeni bármit is, hanem az az asszony nagyon bölcsen keresi a tovább vezető utat. A két menyére való tekintettel és magára való tekintettel is. Az élni akarás jellemzi ezt az asszonyt. Nem a lemondás. Testvérek, én azért mondom ezt el, mert nagyon sokan, amikor megélik, mert megélik a veszteséget. Hogy elveszítik a férjeiket, elveszítik a feleségüket. Benne ragadnak a gyász szakaszában. Isten nem kéri tőlünk azt, hogy egy életen át gyászoljunk.
Van ideje az elengedésnek, van ideje a gyásznak, de nem erről szól az élet, hanem van tovább. És ez az asszony nagyon bölcsen keresi a tovább vezető utat. És az a különös, hogy ő ebben látja a maga feladatát. Nem azt mondja a két menyének, hogy csináljatok valamit, és tartsatok el engem, mert én vagyok az idősebb, hanem ő használja az ő értelmét, és használja az Istentől kapott tudását, meg vezetését arra, hogy segítse azokat, akik még vele maradtak. Testvérek, amit mi tanulunk az igéből, azt nem valami lelki befőttes üvegbe kell elrakni, azt használni kell. Az olyan, mint a manna, ha nem használjuk, megromlik, semmire nem lesz jó. Azt azért mondja el nekünk Isten, és azért tanítja meg velünk Isten, hogy a mindennapokban használjuk. És ez nem attól függ, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, mert Isten igéje minden élethelyzetben használható. És ez az, amit sehol máshol nem kapunk meg, csak az Istentől. Van két menye, akiknek elsősorban is szüksége van a segítségre. Olyan környezetből jött ez a két nő, ahol nem az élő Istent imádták. Azt se tudják, mi az Isten vezetése. De ez az asszony tudja. És nem tartja meg magának, és nem azt mondja, hogy na így jártatok, kellett nektek, ezt hoztátok magatokkal, meg egyétek meg, hanem nagyon bölcsen hallgat az Isten vezetésére. És van itt egy nagyon fontos dolog. Ez az asszony nem a véleményét mondja el a menyeiről. Nagyon sok családban békesség lenne, és nagyon sokan boldogulnának a környezetünkbe, ha nem mondanánk el a véleményünket. Talán most megfogalmazódik többünkben, hogy mi lesz velünk, ha nem mondjuk el a véleményünket. Elmondom még egyszer, testvérek. Nagyon sok családban békesség lenne, és boldogság lenne, ha nem mondanánk el a véleményünket. Mit csináljunk a véleményünkkel? Tartsuk meg magunknak. Ha az nem vezet jóra, ha az nem vezet senkit az Isten közelébe, ha az nem bölcs és nem Istentől való, akkor ki se kell mondani. És Naomi ezt látja, hogy itt nem a véleményemre van szükség, hanem itt az Isten véleményére van szükség, hogy hova tovább. És ez az asszony szelíden enged az Isten vezetésének. Engedi, hogy Isten mutassa az utat oda, ahová menniük kell. Ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra megszűntek a terhei. Nem. Hordozza ő a terheit. Hordozza a gyászterhét, a veszteség terhét, hordozza az éhséget, mert a környéken éhség volt, de nem egyedül. Nem egyedül. Testvérek, nagyon sok özvegy, asszony és ember szívében egy életen át tartó harag van az Istennel szemben. És nem engedik meg, hogy Isten megbékéltesse őket. És nem engedik meg, hogy Isten kiemelje ebből az állapotból őket. Nincs ez jól így. Van Istennel megbékélés, és van Istennek tovább vivő tanácsa. És nem kell benne ragadni ebben a megkeseredett helyzetben. És elindul ez az asszony a két menyével,
És nagyon fontos, hogy hová megy. Ahol van kenyér, és jelen van az Úr. Nem azt mondja, hogy itt a megélhetés mindennél fontosabb, hagyjunk hátra mindent. Nem, nem. Ahol jelen van az Úr. Ez az asszony nagyon bölcsen gondoskodik a két menyének a testé és a lelki táplálására. Amire neki is szüksége van, meg a vele lévőknek is szüksége van. Ezt úgy hívjuk, testvérek, hogy gondoskodó szeretet. Nem megkeseredett akadékoskodás, hanem gondoskodó szeretet. Milyen jó lenne ezt megtanulni. Milyen jó lenne, ha így ismernének bennünket, hogy mi abban vagyunk foglalatosak, hogy a gondoskodó szeretetünkkel, amit nem erőltetünk rá senkire, csak csendben mutatjuk az utat, meg a lehetőséget, mind a testi, mind a lelki táplálék után. Lehet ezt úgy is érteni, hogy ez az özvegység egyik feladata. Nem a semmit tevés. Nem az, hogy átadom magamat az örök enyészetnek és várom a halált. Nem, mert van feladat tovább. És ez az asszony meglátja az ő feladatát, még az ő veszteségében, az ő özvegységében is. Mit tesz Naomi? Egy nagyon bölcs dolog, hogy nem köti maga mellé a két menyét. Többször elmondja neki egymás után, ahogy hallottuk az igéből, hogy térjetek vissza, boldoguljatok, menjetek férhez. Én már nem tudok nektek biztosítani férjet, mert idős vagyok. Menjetek, éljétek az életeteket. Elengedi ez az asszony őket. Nem láncolja maga mellé, és nem azt mondja, hogy innentől kezdve az a kötelességetek, hogy rám figyeljetek, gondoskodjatok rólam, lessétek a kívánságomat, viseljétek el a bogaraimat, a rigolyáimat. Nem ezt mondja ez az asszony. Azt mondja, menjetek. És éljétek az életeteket. Ne keseredjetek meg velem. Azt mondja Naomi, engem ért el az Isten keze. Részetek van nektek is benne, mert ti is elveszítettétek a férjeteket. De enyém a legnagyobb veszteség, mert nekem a férjem meg a két fiam halt meg. De menjetek és éljétek az életeteket. Nem zavarni akar, hanem segíteni akar neki abban, amit tud. Megtanulta ez az asszony azt, hogy nem maga mellé kell láncolnia a családtagjait. Megtanult egy tudományt, amit nagyon kevesen tudnak. Ezt úgy hívják, testvérek, hogy az elengedés tudom. Sokszor megtörténik az, mikor valakit veszteség ér, hogy akik még ott vannak mellette, azt minden áron maga mellé akarja láncolni, és nem engedi élni. És maga mellé szomorítja szó szerint a másikat. Ez így nincs rendjén. Ez nem Isten szerint való. Istentől való dolog az, hogy amitől meg kell válnom, amit el kell engednem, azt elengedem. De nem láncolok magam mellé senkit. És nem azzal a szándékkal tartom magam mellett, hogy ha én szomorú vagyok, akkor legyen ő is szomorú. Ebben a faluban nagyon sokan azért nem kezdtek új életet, és nem házasodtak újra, mert sokan le voltak így láncolva. 2-3 hónap házasság után elvesztették a férjeiket, és végig szomorkodták az életet. Nem volt ez így helyes. Isten nem akadályoz minket abban,
hogy éljünk meg, boldoguljunk. Nem akadályoz abban bennünket, hogy ha elveszítettünk valakit vagy valamit, akkor maradjunk is úgy. Isten célja az, hogy az ember boldoguljon, és ez az asszony ezt felismeri. És elmondja mindkét menyének, hogy nyugodtan hagyjatok itt, és menjetek, éljétek az életeteket. Azt írja az ige, hogy az egyik menye, Orpá, megcsókolta őt, és elindult. Nincs nagy üzenete ennek, de azért jó lenne elgondolkozni, hogy a menyünk mikor csókolt meg, és ő lehet meg utoljára. Ruth pedig ragaszkodott hozzá. És elmond egy nagyon szép hitvallást, amit felolvastam, ami így kezdődik, mert ahova te mész, oda megyek én is. Mi van e mögött? Az van e mögött, hogy ez az asszony elmondja az anyósának, hogy én benned egy olyan asszonyt ismertem meg, aki számomra követendő példa. És én megyek veled. Ott van benne az is, hogy én így akarok élni, mint te. Azon az úton járni, ahova te mész. Járni akarok azon az úton, amin téged az Isten vezet. Aztán így folytatja, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Nem csak követlek, hanem ahol te megállsz, mert azt jónak látod, ott én is megállok. Számomra kedves az az élet, az életednek az a tempója, amiben se nem kapkodsz, se nem vagy tétlen, hanem bölcsen és helyesen teszed meg a lépéseket. Én is így akarok. Úgy lépni és úgy megállni, amikor kell, mint ahogyan te teszed. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ki mondja ez az asszony, hogy számomra most már az a nép, ami között élek, kedvesebb, mint a régi istentelen népem. És az az Isten, akit te imádsz, azt én is szeretném imádni, mert eddig nem ezt tettem. Ezt úgy hívjuk, testvérek, hogy hitrejutás. És milyen jó lenne, ha amikor bekerül a családunkba valaki, aki újonnan jött, és mindegy igazából, hogy az asszony vagy férfi, akkor azt a helyet találná meg, ahol ő jól érzi magát, és hitre jut. Tekintsük ezt feladatunknak, hogy a családunk az a hely kell, hogy legyen, ahol hitre lehet jutni. Nem ahol a pokolba lehet jutni, és már itt elkezdődik a pokol, nem. Hanem az a hely, ahol hitre lehet jutni. Ahol megkívánható az az Isten félő élet, az az Istenre figyelő élettempó, hogy nem megbolondulok, meg nem a lustaságba enyészek el, hanem bölcsen osztom be az életem idejét. És ez kívánatos lesz. És azt mondja ez az asszony, ahol te meghalsz, ott halok meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy Ruth nem azt mondja ki, hogy adok neked egy esélyt, és megpróbálom, mi lesz belőle. Nem. Hanem amit ez a nő kimond, az azt jelenti, hogy én hoztam egy döntést, ami végérvényes. Meg vagyok győződve arról, hogy ez helyes. És ez egy életre szól számomra. Végérvényes. Nem azt mondja, hogy alig várom, hogy megmeneküljek tőled.
Alig várom, hogy eltemesselek, hogy utána fellélegezhessek. Hanem veled akarok maradni életed végéig. És ugyanazt akarom élni, amit te élsz. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Egy végleges döntés. És azt mondja, hogy bármit fog tenni az Úr, én ezen nem változtatok. Testvérek, a legkisebb sérelemre, még sokszor ezt ki se kell mondani, már egy rossz nézés elég ahhoz, hogy megsértődjünk, és lélekben már el is engedtük a másikat. És már csak azt várjuk, hogy lemenjen az udvarról, vagy ha nem megy magától, akkor vigyék. Jó van ez így? Jó van ez így, hogy éveken, évtizedeken tartó beteges kapcsolatok vannak családokban, anyósok, menyei, vejei között. Jó van ez így? Tudjuk, hogy mi ez, testvérek? Ördögtől való gonoszság, aminek helyet adok. Ehhez nem kell templomba járni. És ezen nem fog segíteni a Biblia olvasás. Ezen a megtérés fog segíteni. Amikor megengedem az Istennek, hogy azt a kapcsolatot, amit mi a rossz szokásaink miatt megörököltünk, és azt hiszük, hogy ezt így kell megélni, hogy amikor fellép a menyem vagy a vejem az udvarra, akkor üdvözlöm a pokolba, azt meg kellene engedni az Istennek, hogy meggyógyítsam. És elkezdeni beszélni. Tudom, ilyenkor, ha megkérdeznénk külön-külön a fiatalabb generációt, vagy az idősebb generációt, mindenki azt mondaná, nem én vagyok az akadálya. És mind a kettő ezt mondaná. Akkor ki? Testvérek, mi vagyunk az akadálya. Azért vagyunk mi az akadálya, mert beálltunk egy várakozásra, hogy na mikor jön a másik alázatosan bocsánatot kérni? Annyi sérelem van bennem. Mikor fog letérdelni elém és azt mondani, hogy bocsássak meg neki, mert én vagyok az idősebb. A fiatalok pont így gondolják. Annyit keserített az életemen, hogy most már neki kell bocsánatot kérni. Mivel erre nem hajlandó senki, akkor minden így marad. Én azért mondtam az elején, testvérek, hogy amit itt elmondtam, az számon lesz kérve. Az Isten szeretetében gyógyulnak meg ezek a kapcsolatok is, mint minden más kapcsolat. Amikor valaki megnyitja a szívét az Isten előtt, akkor Isten megtölti mennyei ajándékokkal. És akkor fogunk tudni mennyei dolgokat adni egymásnak. Nem fintorogni, nem ráncos szemöldökkel nézni, nem húzni a szánkat, ha valami nem úgy van. Nem szótlanul eljárni a másik mellett, és nem örököltetni tovább minden áron ezt a beteges gondolkodást. Hanem megtérni belőle. És fogunk tudni mennyei dolgokat adni, a pokoli helyett. Ki az, aki szeretne ebből ma megtérni? Ki az, aki kész azt mondani, hogy én most már nem várok rád? Hanem kész vagyok nyitni, és kész vagyok megengedni az Istennek, hogy meggyógyítson ebben a kapcsolatban. És hadd mondjak el még egy nagyon fontos dolgot. Nem csak gondolom, hanem tudom, hogy ebben a rossz kapcsolatban senki nem érzi jól magát. És mégis görcsösen ragaszkodunk hozzá, mert ezt szoktuk meg. Én velem ezt csinálta az anyósom, vagy az apósom, én is ezt fogom csinálni. Milyen jó.
Evel el lehet húzni egy egész életet. Le lehet így élni egy életet. Egy valamit nem lehet ezzel csinálni, testvérek. Örökké élni. A mennybe nem lehet vele menni. Mert ez egy hitetlen állapot. Ne hangoztassuk, hogy hívő emberek vagyunk, ha pokol van. Nem kell hangoztatni, testvérek, hogy mi mennyire vagyunk hívők, ha még ki se tudunk békülni. És nem a felszínes bűneinkért kell jönni úrvacsorázni, és azt mondani, Uram, hogy bocsáss meg minden bűnömet, csak ne kelljen részletesen felsorolni, mert eszembe jut az is, amit nem akarok. Hanem elkezdeni rendbe rakni a bűnöket. És Isten meg tud újítani. Férfiak, nem lenne jó véget vetni annak, hogy hol az egyik, hol a másik pártjára állunk. Mikor meg kellőképpen félünk, akkor állunk az udvaron órákat, mert nem merünk bemenni, mert tudjuk, hogy pokol van. Isten nem azt kérte tőlünk, se a házasságkötésünk alkalmával, se az élet egyetlen pontján, hogy hol ide állj, hol oda állj. Mert ezt úgy hívják, hogy sántikálás. Hogy hol a feleségem pártján állok, hol az anyám pártján állok. Állj az Isten pártjára. És mondd meg nekik, hogy ez meg ez helytelen. Az Isten ennek látja. Az Isten szemében az, amit tesztek, az nem tisztességes és nem becsületes. És nem az ige szerint való. Sokszor rámegy az élet, hogy két tűz között őrlődünk. Kinek adjunk igazat? Csak az anyám, csak a felesége. Olyan jó lenne ezt megtanulni, hogy ami nem helyes, egyiknek se kell igazat adni benne. Az Istennek kell igazat adni. És akkor kezdődik el a rend. És nem arról kell, hogy szóljon az életünk, hogy honki békülünk, de ez a békesség olyan törékeny, hogy már, ha a szeme nem áll jó, az is összetöri. És nem azért kellene küzdeni, hogy minden erőnkkel fenntartsuk a haragot, meg a feszültséget, hanem azért kezdeni el küzdeni, meg harcolni, hogy kibéküljünk. És az Isten szerint éljünk. Isten nem azt fogja díjazni, testvérek, majd az utolsó napon, amikor könyvek nyittatnak meg, nem az lesz beleírva, hogy te mész a pokolba, mert te 12 évet haragudtál. Te meg mész a mennybe, mert te csak 11-et haragudtál. Nem lesz ilyen. És nem lesz olyan se, hogy csak az fog a pokolba menni, aki egy életen át haragtartó volt, és nem volt hajlandó Isten szerint élni. Mindazok, akik engedetlenek voltak, akik nem hittek annak, hogy az Isten meg tudja ezt gyógyítani és változtatni, azoknak nincs helye Isten országát. Azt így az igaz, a hitetlenek nem mehetnek. És ez hitetlenség, amikor én ezt nem hiszem el az Istennek. Nem azt kéri Isten, hogy próbáld meg. Ruth nem azt mondja, hogy adok neked egy esélyt és megpróbálom, nem. Azt mondja, hogy amíg élek, ez így lesz. Mert megláttam benned azt, aki követendő. Megismertem azt az Istent, akit szeretnék én is tisztelni és imádni. Testvérek, az életünk minden szakaszában szánt Isten nekünk feladatot. A társas szakaszában is, meg amikor nincs társunk, de vannak még hozzátartozóik. És nem azt mondja ez az asszony, hogy menjetek, hogy nekem több kenyér jusson. Nyitva hagyja a lehetőséget, és azzal fejeződik be, mikor pedig látta, hogy minden áron vele akar menni, többet nem szólt neki. Meggyőzhető volt ez az asszony. Nem makacs. És nem azt mondta, hogy nekem van igazam, én tudom jobban, én látom jobban. Meggyőzhető volt. Testvérek, azt írja az ige, hogy aki a feddésre nyakas marad, összetörik menthetetlenül. Ez egy feddő történet.
Sok mindenben megfeddett talán ma bennünket az Isten. Nem kell ezen megsértődni. Ezek gyógyító beavatkozások az Isten részéről. Nem ettől lesz bajunk, ettől még senkinek nem lett baja. Attól lesz bajunk, ha ezután semmi nem fog változni. Akkor lesz baj. Ha makacsok maradunk az Isten meglátogatása és feddése után is, azt mondja az ige, össze fogunk törni. Menthetetlenül. Isten most akar megmenteni bennünket, mielőtt bekövetkezik a menthetetlenség ideje. Testvérek, Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy mi megmaradjunk a rossz szokásainkban, a berögzöttségünkben, a hitetlenségünkben. Azért halt meg, hogy életünk legyen. Az nem azt jelenti, hogy túléljük valahogy, hanem olyan életünk legyen, amilyet ő szánt nekünk. Amen. Édesatyánk, hadd áldjunk téged azért, hogy nem hallgatod el előlünk azokat a dolgokat, amiben mi annyiszor makacsul, hitetlenül járunk. Szeretnénk ma bocsánatot kérni tőled minden pártoskodásért, minden ellenállásért, minden makacs magatartásért, amikor gőgösen vártuk a másik megalázkodását. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem engedtünk a Te igét formáló erejének, amikor ellene álltunk a léleknek, pedig az meg akart minket újítani. Urunk, kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Segíts el bennünket arra a mennyei látásra, amikor meglátjuk azt, hogy amikor nem Te töltöd be a mi szívünket, akkor mi csak az ördög szemetjével fogunk kereskedni, adni és kapni. De nincsen mennyei ajándék a szívünkbe. Hadd kérjünk Téged arra, Urunk, hogy gyógyíts meg és téríts meg bennünket. Hadd legyenek a családjaink olyan családok, ahol meg lehet térni és nem elkárhozni. Ahol meg lehet ismerni az élő Istent, és nem csak abból, hogy szidjuk és káromoljuk, hanem abból, hogy imádjuk őt. Hadd legyenek a családjaink olyan helyek, ahol lehet látni és követni a te vezetésedet. Hadd legyünk olyan példákká, akik követendőek, és nem kerülendőek. Kérünk téged, hogy hozz megújulást és változást a mi családjainkban. És hallgass meg, kérünk, a mi imádságainkat, azokat is, amelyeket most itt csendben mondunk el előtted. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.